Jó napot kívánok! Ezzel üdvözlöm a Teleskül nézőit, főleg az érettségire, történelmi érettségire készülő 12-es diákokat, így nagy héten is. Remélem van, aki még a Teleskülit nézi, hanem akkor vissza tudja majd nézni a felvételt a különböző csatornákon. Történelemből a negyedik órán megpróbáljuk összegezni a nemzeti identitásnak a jelentőségét, illetve ennek a hatását az 1848-1849-es forradalomra, és ennek a forradalomnak és szabadságharcnak az esemény történetét a térségünkben, a Dunakárpát térségben. A nemzeti identitás kapcsán tudjuk azt, hogy a 19. századot szoktuk úgy is nevezni, hogy a nemzetek százada, hiszen egy egészen új típusú kötődést hoz magával. Az egymáshoz tartozásnak az a fajta romantikája, amely az etnikumot kezdi nemzetként tekinteni. Ennek megértéséhez csak annyit utalnák röviden vissza, hogy a középkori egymáshoz tartozási, identitási mozzanatban sokkal inkább meghatározó volt a társadalmi jogállás. A nemesek csoportja, a polgárok csoportja, a jobbágyok csoportja kevésbé volt meghatározó, hogy azon belül ki milyen nyelvet beszél, és ez a váltás az, ami az nemzet alapú, etnikum alapú újabb identitásnak a kiformálását hozza magával a 19. századnak a kezdetén. Nyilván ennek Európában nagyon sok más előzménye van, minket jelen esetben a románok által lakott térség érdekel inkább, és itt azt láthattuk a múlt órán, hogy a Havasalföld és Moldova esetében a Fanariota rendszer alatt megjelenő nemzeti párt képviseli tulajdonképpen ezt a fajta egymáshoz tartozásnak a romantikáját. Erdélyben a görögkatolikus értelmiség által létrehozott erdélyi iskola által promovált nemzettudat, az, amely magával hozza a történelmi jog alapján a negyedik rendi nemzetként való elfogadtatásnak az igényét, és itt már etnikai jellegű nemzetről beszélünk, nem pedig egy társadalmi csoportról, még hogyha negyedik rendi nemzet önmagában társadalmilag a feudális rendi társadalomnak a jegyeit viseli magában megnevezésében, de alapvetően etikum tudatú váltásról van szó, és nyilvánvaló, hogy a magyarok számára is ez a korszak rendkívül meghatározó, hiszen a reformkor, a 19. századnak az első fele alatt ez a nemzettudat rendkívüli erősödése elvezette ahhoz, hogy a reformkori országgyűléseken a magyar nyelvet sikerült hivatalos nyelvé is tenni, ami nyilvánvaló erős nemzeti identitásnak a lehetőségeit hordozta magában. Na most a nemzetállam nem csak egyfajta romantika, hanem egy tényleges együvé tartozásnak az igényét tartalmazta, ami elsősorban arra irányult, hogy ennek a korszaknak az egyik nagy kezdeményezése, hogy a középkori államok helyét átvegyék a nemzetállamok, és ez a nemzetállamok létrehozásában több lehetőség is adódott, ezek közül az egyesülés a németeknél vagy az olaszoknál, vagy a kiválás, vagy kiválás és egyesülés, ugye kiválás a magyarnál az osztrák monarchiából, a románoknál pedig kiválás a különböző fennhatóságok alul, és utána pedig egyesülés formájában történjen meg. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a nemzetállamoknak a kialakításának a romantikája kiderül, hogy nem működik, hiszen a későbbiekben fognak csak megvalósulni a század második felében, és komoly katonai és politikai akcióknak az eredményeként. Viszont ebben a korszakban, mint igény mindenképpen megfigyelhető, és a vegyesen lakott térségekben, amint látni fogjuk, ez egyébként konfliktusok forrásává is tudta kinőni magát. Na most 1848-1849 azért egy nagyon érdekes periódus, a nemzeti tudat szempontjából is, meg a történelmi események szempontjából is, mert ez az év, vagy ezek az események, ezek kilógnak a keleti kérdésnek a történetéből, hanem helyette sokkal inkább egy összeurópai népek tavaszáról beszélhetünk, amikor egész Európában forradalmi megmozdulások kezdődnek el, és nagyon sok közös jellemzőt tudunk találni ezeknek az elkezdésénél. Mindenképpen alapelvként megfigyelhető, hogy az 1848-as forradalmaknak az értékrendjében a liberális értékek nagyon hangsúlyosan vannak jelen, és a régi feudális korszakot felváltó polgári társadalomnak a bevezetését kezdeményező szövegekkel, próbálkozásokkal találkozunk Európa szerte. Ezeknek a kéréseknek hármas nagy csoportját lehet megfigyelni, a társadalmi, gazdasági és a nemzeti kéréseket, amelyek közül a társadalmi kéréseknél egyértelműen megjelenik az, hogy a jobbágyokat fel kell szabadítani, és az egyenjogú társadalomban a jobbágyok és a földesurak közötti társadalmi különbségeket meg kell szüntetni, ami együtt jár nyilván az előjogokkal, nemesi előjogoknak, a bojári előjogoknak a felszámolásával, és akkor így tulajdonképpen egyenrangú társadalmi csoportot lehetne kialakítani.
A társadalmi kérdések sokat nem érnek gazdasági kísérő lépések nélkül, ezért a gazdasági kérdéseknél a földek kiosztása, a földosztás az, ami a legjellemzőbben megtalálható. Egyesek kárpótlása, mások kárpótlás nélkül képzelik el, ebbe most nem megyünk bele, de a lényeg az, hogy a gazdasági egyenjogúság folyamata is igényként jelenik meg 1848-ban, amelyhez társulnak különböző más gazdasági kérdések, mint a kereskedelemnek a szabaddá tétele például, vagy különböző monopóliumoknak a felszámolása. És amit már említettem az előbb is, a nagyon hangsúlyosan van jelen nemzetállam kérése, vagyis a nemzeti kéréseknek a története. Ugyanakkor ennek a forradalmi megmozdulásnak Európa szerte egy egységes szimbolisztikáját is megfigyelhetjük, amely érvényes a román térségre, érvényes Európa más országaira is, és ilyen körülmények között fontos észrevenni, hogy háromszínű kokárd a zászló jelenik meg szinte mindenhol, ahol Európában forradalom tört ki. A forradalmi fő vezetők, forradalmi hősökké növik ki magukat, forradalmi emlékhelyeként fogják számon tartani azokat a helyszíneket, amelyeknél fontosabb forradalmi változás történt, és a nemzeti identitásban a későbbiekben fontos szimbolisztikája lesz úgy a szereplőknek, mint a helyszíneknek, ahol valamiféle esemény, próbálkozás, harc, vagy bármi más forradalmi megmozdulás történt. Na most ezek a forradalmi eseményeknek a románok által lakott térségben való lecsapódásánál nyilvánvaló meghatározó volt az, hogy milyenek a külpolitikai viszonyok, mennyire erős a nyomás egy-egy külső ország részéről, és éppen ezért értékelhető is, hogy miért változik másként a hangsúly a moldvai, a Havasalföld és az erdélyi forradalomnak az esetében, hiszen Moldva miközben erős szomszédokkal van körülvéve, Havasalföld közvetlen szomszéd egy gyengülő török birodalom, és ennek eredményeként azt látjuk, hogy Moldában inkább megfogalmazódnak mérsékelt kérések, miközben Havasalföldön lehetőség van arra, hogy már radikális változásokat is lehessen életbe léptetni, Erdélyben pedig a keverten lakott térség miatt nyilvánvaló, hogy a nemzeti eszme lesz az, ami a meghatározóbb hangsúlyt fogja képviselni, amely félreértéshez, illetve szembefordulásoz, tényleges konfliktushoz is fog vezetni ebben a térségben. A forradalmaknak az esemény történetét tekintve sorra vesszük akkor, hogy mi történik a három térségben, amelyet az előbb említettem. Kezdjük Moldvával. Moldvának a forradalmánál viszonylag korán megfogalmazódik a forradalmi kérés, hiszen 1848. március 27-én már Jasban a Petersburg szállodában Kogunicsánu vezetésével már összeáll egy 35 pontos kiáltvány, amely követelés kiáltvány, petitione proklamatione nevet viselte, amely viszont azt mondhatjuk, hogy nagyon mérsékelt, moderált kéréseket tartalmazott, hiszen az uralkodótól, Mihály Sturzától nem azt kérik, hogy egy teljes alkotmányos átalakulással egy teljesen új rendszer alakuljon ki, hanem csak a fennálló rendszer javított formában működjön tovább, vagyis a tervezeti szabályok felülvizsgálásával egy kicsit javítani szeretnék az országnak a helyzetét, a lakosságnak a helyzetét. Ebben a mérsékelt kérésben is elég nagy veszélyt látott az uralkodó, attól tartott, hogy az oroszok esetleg beavatkoznak a moldvai térségbe, amennyiben ez a forradalmi megmozdulásnak helyt ad, és éppen ezért elrendeli Mihály Sturzá a vezetőknek a letartóztatását, és nem is csalódott, mert júniusban az orosz cári csapatok tényleg be is vonultak Moldvában. Ezek a forradalmi vezetők, akik a későbbiekben nagyon fontos szerepet fognak játszani még a románok történelmében, Mihály Kogunicsán, Alexandru Jankuzá, Négdi vagy Aleko Russo, más térségekben sikerül megszökjenek a letartóztatásból, és akkor, amikor már Moldva területét elhagyják, akkor jóval radikálisabban fogalmazzák meg azokat a kéréseket, amelyeket korábban a követelés kiáltványban is képviseltek. Ez a két dokumentum, amelyik jelentősebb az általuk megfogalmazottakból, az egyik Erdélybe születik, meg Brassóban, ahol az Elveink a haza megreformálására című dokumentumban, Principiul Reformaria Patriei nevet viselte ezt hivatalosan románul, ugyanúgy megfogalmazzák Havasalföld és Moldva egyesülésének az óhaját, mint ahogy ezt megteszik azok, akik Bukovinában, Sernúcban fogalmazzák meg a másik forradalmi dokumentumot, a moldvai nemzeti párt óhajait, Dorinzele Partide Naționale din Moldova. Na most ez a két dokumentum, amelyet szintén moldvai forradalmárok kezdeményeznek, jól jelzik azt az igényt, ami a nemzeti eszmével kapcsolatos, a nemzetállamnak a létrehozásának az igényét Havasalföld és Moldva egyesítésével, ugyanakkor ezek a dokumentumok tartalmazzák azokat a gazdasági és társadalmi
kéréscsomagot is, amelyet Jasban nagyon óvatosan mertek csak a forradalom kezdetén 1848. márciusában megfogalmazni. Havasalföld térségének a forradalma egy egészen sajátos helyzetet jelent. Havasalföldön ugyanis azt látjuk, hogy itt nagyon erőteljesen érződik a francia hatás, és szinte azt mondhatnák, hogy ennek a térségnek a legradikálisabb forradalmi változására Havasalföldön került sor. Azok a forradalmi vezetők, akik hazaérkeznek Franciaországból, a francia köztársasági modellt próbálják érvénybe léptetni, és nem egy hirtelen jött felindulásból születő változással találkozunk, hanem itt egy forradalmi bizottság jön létre, amely megszervezi a változásnak a tényleges megtörténtét. Éppen ezért időben egy kicsit későbbi, és nem tavaszi az időpont, ami Havasalföldön történik, hiszen az iszlázi kiáltvány megjelenésének az időpontja 1848 nyarán, június 9-én történt tulajdonképpen meg, ami egy rendkívül komplex és nagyon radikális 22 pontos programnyilatkozatként fogható fel, hiszen itt egyértelműen megfogalmazzák azt, amit az európai forradalmak is képviseltek nagyon erőteljesen, hogy a parasztokat fel kell szabadítani, a földeket ki kell osztani, teljes mértékű jogegyenlőséget kell biztosítani, és az ország nemzeti érdekeinek megfelelően meg kell szüntetni az ország függőségét. A törököktől fel kell számolni az orosz védnökséget, tehát egy teljesen önálló, független államot kellene létrehozni. Ez a törekvés életbe léptetése is nagyon erőteljesen bekövetkezik, hiszen ezek a forradalmárok nem csak arról beszélnek, hogy mit szeretnének, hanem létre is hozzák a forradalmi kormányt. Az uralkodó bibészkunak a lemondás és elmenekülése után ez a forradalmi kormány átveszi Havasalföldnek az irányítását, és a forradalmi kormány tagjai, amelynek a vezetője a metropolita Neofit, de mellett ott találjuk Nikolai Goldescut, Nikolai Bölcsescut, Csároszettit, Rödulescut, ők mind úgy lépnek fel, mint egy tényleges változás utáni jogerősen működő új kormány. És ez a kormány rendelkezéseket kezd bevezetni, és itt is látható, hogy nagyon radikálisan életbe is léptetik mindazt, amit próbáltak az iszlázi kiáltványban megfogalmazni, a bojári rangokat eltörlik, sőt elégetik az archondológiát, ezen kívül bevezetik elsőként a piros-sárga-kék nemzeti trikolort Havasalföldön, elkezdődik az ország katonai védekezésre való felkészülése, akár csak a Magyar Honvédségnél, Batthyány kormánynál itt is polgárőrséggel szervezésével találkozunk, nemzeti hadseregnek a megszervezésével találkozunk, eltörlik a cenzúrát, tehát azok a liberális elveknek az életbe léptetése, amelyek alapvetően meghatározzák az európai forradalmakat, ezekről azt mondhatjuk, hogy Havasalföldön maradéktalanul életbe kezdik őket léptetni. Nem tudják teljesen befejezni, ez egy másik történet, viszont jól jelzi, hogy mennyire radikális az a változás, ami 1848-ban Havasalföldön végbe ment. Nyilván a nagyhatalmak nem nézték tétlenül a havasalföldi forradalmat. Két lépésben kerül sor arra, hogy az itteni megmozdulásokat tulajdonképpen felszámolják, amelynek az első lépése az, hogy az oroszok engedélyt adnak a törököknek a katonai közbelépésre, ugye ezzel a kettőséget figyelnünk kell, hogy török fennhatóság és orosz védőségről van szó, és mindenképpen az orosz cári csapatok felszólítják a törököket, hogy avatkozzanak be és számolják fel a forradalmi megmozdulást. A törököknek az első intervenciója nem túlságosan erőteljes, hiszen ők csak annyit kérnek, hogy ez a forradalmi kormány nevét változtassát helytartó tanácsá, vagyis azt sugallja, hogy nem egy köztársasági kormány működik, hanem az uralkodó hiányában egy helytartó tanács intézi helyette az ügyeket, de még abban se szól bele, hogy a tagjait kell esetleg kicseréljék, és ugyanakkor azt is kérik, hogy az általuk előkészített alkotmánytervezet jóváhagyásra kerüljön felterjesztésre Isztambulba, azért, hogy ne a helyi forradalmi kormány legyen az, amelyik életbe lépett változásokat, hanem ennek a fennhatóságnak a látszata továbbra is fennmaradjon. Éppen ezért ezek a látszat lépések, amelyeket a török intervenció első szakaszában képviselt, ezek nagyon enyhék voltak, és ezért az oroszok jelzik is a törökök számára, hogy valami komolyabb forradalmi megtorlásra van itten szükség, nem lehet ennyire nyugodtan eltekinteni a bekövetkező változások felett. Éppen ezért az újabb orosz cári felszólításra megtörténik a második török intervenció, amikor Fuad Pasa, vagy Fuad Efendi Pasa 1848. szeptember 13-án seregével megtámadja Bukarestet. A híresebb csata a Dealus Pirin történik, ahol a tűzoltók próbálkoznak védekezni a
török támadókkal szembe esélytelenül, és ennek eredményeként az összecsapások végén egyértelmű török győzelem született, ami egyúttal a Havasalföldi forradalomnak a végét is jelentette. Ezek a forradalmárok itt sem egyeznek bele abba, hogy most ez az egész törekvés véget ért, megpróbálják emigrációból képviselni továbbra is a forradalmi változásoknak az ügyét, éppen ezért elhagyják Havasalföldet, egy részük Erdélybe kerül fel, nálunk Erdélyben bölcsészkarnak lesz komolyabb hatása későbbiekben, illetve külföldön, európai udvarokban fogják tovább képviselni azokat az eszméket, amelyekért a Havasalföldi forradalom elkezdődött, és ez hosszú távon fog majd rendkívül fontos hatásokat kifejteni. A harmadik térség, ahol a románok forradalmával találkozunk, az Erdély. Erdélyben azt láthatjuk, hogy itt egy elég komoly kezdeti félreértéssel találkozunk, hiszen a magyar és a román forradalmi törekvéseknek a túlnyomó része azonos. Azok, amelyek a társadalmi-gazdasági átalakuláshoz, jobbágyfelszabadításhoz, földosztáshoz kötődnek, nyilvánvaló, hogy az erdélyi románok által is üdvözölt változást jelentenek, hiszen az erdélyi jobbágyi lakosságnak a nagyon jelentős része román nyelvet beszél, éppen ezért a forradalmi változások előnyös helyzetet jelentettek az erdélyi románok számára is. Viszont a nemzeti kérdésnél a negyedik rendi nemzet és az unió kérdése ellentéthez fog vezetni, hiszen nehezen érti a magyar kormány azt, hogy miért kérik az erdélyi románok továbbra is, hogy ők legyenek az Erdély negyedik rendi nemzete, amikor a forradalmi törvénykezés pont a rendiséget számolta fel, és már nem rendiségi alapon gyűl össze az országgyűlés, hanem egyéni politikai jogok gyakorlása eredményeként népképviseleti úton történő választással hirdetik meg a következő országgyűlést például Pestre, és éppen ezért nem volt világos, hogy mi az a jog, ami hiányzik a románoknak. A román lakosság szempontjából viszont a Suppressionibus Vallorumba 1791-ben egyértelműen tételszerűen lefektetett követelés. A negyedik rendi nemzet elfogadása szempontjából rendkívül meghatározó volt, és éppen ezért ők ebből nem tudnak engedni, és itt ez a meg nem értése miatt következnek be azok a kezdeti félreértések, amelyek esetében a Balázsfalvára összehívott májusi román nemzetgyűlésen megfogalmazzák a képviselők a nemzeti kiáltványt, Petition Nationale-t, ahol a magyar programhoz hasonlóan megismétlik a társadalmi és gazdasági kéréseknek a sorát, viszont továbbra is nagyon erőteljesen kitartanak amellett, hogy negyedik rendi nemzetként kell jelen lennie a románságnak Erdélyben, és ez az érzékelhető meg nem értés, ami a magyar kormány részéről megvolt, vezet el ahhoz, hogy a Simon Bernuccio által tartott beszéd végére az ott jelenlevők úgy döntenek, hogy a császárhoz kell hűségesnek lenni, hiszen a jó császár mitosza továbbra is erős. Erről a múlt alkalommal egy egész röviden beszéltünk a felvilágosodás egyében hozott reformoknál, Mária Teréz és főleg II. József esetében, és a jó császártól való segítség reménye miatt a románok az uniót elutasítják. Miután a kolozsvári országgyűlésen az erdélyi rendek elfogadják a Magyarországgal történő uniót, az egyesülést, ez nyilvánvaló, hogy a árulásként kerül receptálásra a román forradalmi képviselők részéről, és ezért már ekkor elkezdődik a forradalmi seregnek a megszervezése a románok részéről. És akkor így jutunk el ahhoz, hogy Erdélyben sajnálatos módon a forradalom együtt jár egy polgárháborús viszállyal, 1848. októberétől egészen 1849, hát májusáig vagy nyaráig, attól függ, hogy meddig számoljuk az intenzitását. Ugyanis az 1848-as októberi második Balázsfalvi gyűlésen egyértelműen megfogalmazzák, hogy az uniót nem fogadják el érvényesnek, a magyar alkotmány, magyar törvényeket nem fogadják el érvényesnek, hanem helyett az osztrák alkotmány érvényességét képviselik, és így a katonai szembenállásban is az osztrákokkal együtt a magyar forradalommal szembe fog fordulni az erdélyi román szervezett haderő, amelyet a római légiók mintájára tribunokba, centuriokba szerveznek meg, és amelynek a fővezetését Ávram Jánkó fogja magára vállalni. Na most ezek a polgárháborús konfliktusok intenzitása elég közismert és eléggé tragikus esemény sort hoz magával októbertől egészen 1849 tavaszáig, amikor végül úgy tűnik, hogy az érintett felek a
észreveszik azt, hogy hol van a meg nem értésnek a forrása, és mi az, amiben tulajdonképpen nem tudott egyetérteni a magyar és a román forradalom, és ebben a közvetítésben nagyon fontos szerep jutott egyrészt a Havasalföldről érkező Nikolaj Bölcsészkunak, illetve a Kossuth által vezetett kormányban a bihari térségből képviselőként jelenlevő és tárgyaló Ján Drágosnak, aki Kossuth nevében el is megy Ábrám Jánkóhoz, és elkezdődnek az abrudbányai tárgyalások 1849. májusában. És itt sikerült tulajdonképpen tisztázni, hogy mindkét fél ugyanazt akarja, az eltéréseknek az oka egy olyan félreértés, amelyet ki lehet küszöbölni, és úgy tűnt, hogy 1849. májusában sor kerül a magyar-román megbékélésre. Sajnos egy szabad csapatot vezető úriember, Hatvani Imre meggondolatlan támadás az Érchegységben éppen fegyverszünetre készülő katonasággal szembe azt az érzést erősíti újra, hogy ez csak átverés lett volna a magyar fél részéről, ezért a polgárháborús incidensek újra felerősödnek, és tovább fognak menni, és végül azt látjuk, hogy 1849. júliusában sikerült csak, de nagyon későn Szegeden aláírni a megbékélési tervezetet, Projekt de Pacificare-t, amelynek a megfogalmazói között ott találjuk Kossuth Lajost, és ott találjuk Nikolaj Bölcsészkut is, akik végig képviselték ennek a megbékélésnek a lehetőségét, és nyilván ott még César Bolliák is. Viszont a megbékélési szerződésnek az aláírása túlságosan későn történt meg, hiszen 1849. augusztus 13-ában az orosz-osztrák intervenció eredményeként sor került a közismert világosi fegyverletételre, amikor Görgei Artúr letette a fegyvert az oroszok előtt. Na most ezek a forradalmak sikertelenségei nem azt jelentették, hogy a forradalmi eszme megszűnt, és azok a tervek, amelyeket megfogalmazottak a forradalom során, azok a későbbiekben meg fognak valósulni, úgy a gazdasági társadalmi változások, mint a nemzeti eszmének az erősödése és a nemzetállami gondolatnak a továbbérése. Első lépésben azt látjuk, hogy a forradalmak leverése az alapvetően minden térségben az orosz intervencióhoz kapcsolódik szorosan, hiszen Moldvában az oroszoktól való félelem miatt nem fogadják el a kéréseket, Havasalföldön az oroszok kérésére érkezik a török intervenció, Erdélyben pedig az osztrákok hívására érkező orosz csapatoknak köszönhető az, hogy sikerült leverni a forradalmat, vagy sajnos sikerült leverni a forradalmat. A forradalmak leverését követő években egy visszarendeződési folyamattal találkozunk. Ez a visszarendeződés azt jelentette Havasalföldön és Moldvában, hogy újra visszaáll az 1848. március előtti állapot és a szervezeti szabályoknak a hatája újra érvénybe lépett. A Bálta-Némányi szerződés 1849-ben kimondja azt, hogy a konzervatív jellegű visszaszerveződés orosz és török felügyelet mellett fog történni, és mindkét ország, a fennhatóságot gyakorló törökök és a védnökséget gyakorló oroszok is a beavatkozási jogát megőrzik 7 éven keresztül. A fejedelem választásnak a jogát visszavonják a román bojároktól, és az uralkodónak a támogatás vagy döntések meghozatalára nagy bojárságból és a klérusból kialakított ad-hoc gyűléseket, korabeli szavazat, a divánokat alakítanak meg Havasalföld és Moldva számára. Erdélyben ehhez hasonló visszarendeződés történik neabszolutizmusnak a bevezetésével, ahol azt látjuk, hogy nem csak a magyar kéréseket nem teljesítette az osztrák kormányzat, hanem a román forradalmárok kéréseinek se tett eleget, ami elég komoly csalódást okozott az erdélyi románság számára. Egy kivételt említhetünk csupán meg, 1954-ben az egyik kérés a görögkatolikus püspökségnek az érseki metropoliai rangra való emelésére sor került. Mindez, amit itt most megpróbáltam összefoglalni számotokra, a tankönyvben megtalálható a kivetített oldalszámokon, és nyilván azokban a leckében, amelyeket a korábbiakban az iskolában tanáraitokkal megtanultatok. Itt most a negyedik óra végén én szeretnék elköszönni, a következő óráktól egy kollégám fogja folytatni az órákat, és én megköszönöm a figyelmeteket, és sok sikert kívánok az érettségihez mindenkinek.